A budapesti repülőtéri vasút építésének megvalósíthatósági tanulmánya, illetve a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium tájékoztatása szerint a Budapest-Liszt-Ferenc nemzetközi repülőteret a kötött pályás közlekedésbe Kőbánya-Kispest és Monor állomások a reptéren át történő összekötésével kapcsolnák be 22 km hosszú, az országos vasúthálózatba illeszkedő kétvágányú villamosított pályával. Azok, akik tömegközlekedéssel akarnak Budapest belvárosából a Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtérre utazni, a Kőbánya-Kispesti megállóban szállhatnak fel a vonatra, ami innen bekanyarodik majd a repülőtér területére, ezután pedig folytatja útját Monor felé. A fejlesztés így a dél- és kelet-magyarországi nagyvárosokból is lehetővé teszi a légikikötő gyors megközelítését, hiszen nem kell bevonatozni a belvárosba, hanem közvetlenül el lehet majd érni a repülőteret. Igen ám, de a kormány vasútfejlesztési programjával összhangban a helyi települések lakói Üllő és Gyömrő között szeretnének egy vasúti megállót és egy P+R parkolót is építetni. A két önkormányzat egyetértésével már el is küldték a megkeresést a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztési ZRT-nek. Gyömrőváros polgármesterével többször leültünk és átbeszéltük ezt a kérdést, és hát igazság szerint a Budapest-Liszt-Ferenc repülőtérrel összekötött gyors vasút, ami jelen pillanatban tervezési fázisát tölti. Úgy döntött mind a két képviselőtestület, és a mi vezetésünkkel megkeressük a Nemzeti Infrastruktúra ZRT, mivel két város lakosságát érinti közel 30 ezer embert, és folyamatosan a lélekszám mind a két településen emelkedik, ezért úgy gondolom, hogy a közlekedési infrastruktúra fejlesztését is kötelesek vagyunk szem előtt tartani, hiszen szeretnénk, hogy a városunk egyre élhetőbb legyen, és rengeteg a gépjármű. Úgy gondoltuk, hogy nagyon sok embernek segítséget nyújtana, és én úgy gondolom, hogy magának az üzemeltetőnek is, ha nagyobb létszámmal tudna majd működni ez a gyorsvasút, tehát a cél az, és a kérésünk az, hogy a NIF tulajdonképpen támogassa a két település kérelmét, amiben az szerepel, hogy a 4603-as jelű út kereszteződésénél körülbelül a Rákóczi szobor környezetét tudom most bepontosítani, itt esetleg P+R parkolók kialakításával és egy állomás létrehozásával tudnák segíteni az itt élő embereknek az életvitelét. Tehát azt kérjük, hogy támogassa, és a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium felé küldje el a mi kérelmünket, azzal, hogy esetleg ez későbbiekben meg is valósulhatna. Végeztek esetleg előzetesen számításokat, vagy bevontak ebbe szakembereket, hogy ez mekkora forrást igényelne? Ezt nem tettük meg, de úgy gondoljuk, hogy a mi számításaink, a gondolataink alapján a mi városvezetőségünknek a célja az, hogy az itt élő lakosokat támogassa, és ez egy nagy lehetőség. Annak idején, amikor a M4-esnél a lámpás kereszteződés épült meg itt Üllő és Gyömrő között, én a mai napig is, és azt hiszem nagyon sokan sérelmezik, hogy ott nem lett legalább egy körforgalom, hiszen bebizonyosodott, hogy igen sok baleset volt ezen a területen, sőt még haláleset is. Most ezt szeretnénk megelőzni, az, hogy tényleg élhetőbbé tegyük a környezetünket, és talán ha a repülőtértől elindul ez a gyorsvasút, Monoron fog megállni, tehát a kihasználtsága biztos, hogy kedvezőbb lenne az üzemeltetők részére is.